Kopasz Rose Gergő barátom megkopaszotta a gyönyörűséges fejemet, ezért a kopasz kis zsédavocska most riváncsot fog venni, és megkopasztjuk a Jánosi Gergő Tutti Juice királyságát, vagyis hát magát Jánosi Gergőt, a Tutti Juice király Beat Nightclub. Azt ami... Ennek van sztoria rendesen? Azt nem néztem meg, csak azt néztem meg, hogy engem megkopasztottak. Ismét rengeteg videós találkozóval láthatáron srácok! Méghozzá nagyon különleges Halloween-i külön kiadásokkal várunk benneteket októberben, egészen novemberig. Utána pedig jöhet a karácsonyi csodaműsor srácokok. Na de hol is leszünk, foglaljuk csak össze? Lesz ugye Esztergom most október 6-án, én ott leszek Szegeden október 26-án, Budapesten november 9-én, Győrben november 10-én, Székesfehérváron november 16-án, Nyíregyházán november 23-án, Kecskeméten november 24-én, majd én ismét Budapesten zárom az idei videós találkozó sessiont egy karácsonyi különkiadással, ez november 30-án és december 1-én kerül megrendezésre. Nézd meg, kik lesznek ott, válasz ki a jegytipust és pacsizzunk le! ID card, a kis kopasz zsédavocska, nézd meg milyen kopasz! Kinevet, gonosz mód, az Azaria koncert oda bent engem nem vár! Engem megvár, nem vár. Ah, kineved, de ott a hajam. Hát nézzük milyen jól. Apa! Jaj, ne, hát ez kiderült, hogy csak parókát hordok. Egy igazi loser vagyok, no! Pedig ez nem paróka eskü még igazi. És felhúztak a gatyámra a fogba. Jaj, de hülyeség lesz ez már most. Felhúztak a gatyámra a fogba. Milyen hülyeség lesz ez, én már most érzem. Érdekel a sztori, innentől kezdve elvesztette a hitelességét a játék, csak játszani szeretnék, kérlek! Eljutottam oda, hogy megnyissam a saját szalonomat. Ott is van az első barber dolog. Ja, hogy azt nem lehet... Oh! Dogi Andi! Jó napot kívánok, hogyan kéri? Kopaszra kéri. És el kell adni a hajat. Oda néz, itt van. Meg is van. Arra, itt is van. Még 5 dolláros hajat adott nekem egy Dodger Sanders. És tényleg berobjuk a dobozba, és eladjuk. Hát ez zseniális. És Jánosi Gergő, nézd meg milyen szép haja lett, de én őt akarom megkapasztani, hoppá! Szőke haj lett belőle. Oké, köszönöm szépen, na már lett is pénz. Jó, hogy 99-ért meg tudjuk venni. Hát hogyha a vastövesztek nagyon menő meselső zsédavocs cuccokat a Robloxon belül, akkor bizony ezt tudjuk alkalmazni. Most ez kit jelen esetben? Most már amúgy elég lesz nekem a tutoriál. Jaj, ez Gyöngyi volt? Clean trash. Na el is tüntetjük a trash-eket innen. Minden gyönyörűségesen szép lesz. Köszönjük szépen a money-t. Lehet, hogy ezt az autocash dolgot, ezt lehet, hogy meg kéne vennem. És akkor legalább ezzel le van a gond, tudod, hát megveszem. Hát most Istenem, hát telik rá! Napszöveges cuccok, nagyon jó. Most már ezzel nem kell foglalkozni, meg is jött a következő páciens. Ez Gyöngyi, úgy látom. Level 10-es, mindjárt upgrade-eljük maxra. Viszont nekünk itt ezt a kis cuccot kéne még felupgrade-elni, hogy többet tudjak ide tenni. Ja, hát igazából ez. Hogy kopasztjuk oda néz? Hogy kopasztjuk a szerencsétlet? El is ment, és sírva elmegy. Pedig ezzel azt mondtuk, hogy nem nagyon áll össze, de miért csak a Gergő vásárol hajat? Hát ennek ez nem így kéne, hogy legyen. Végre, nem tudom, hogy kicsoda, valószínűleg Bence lesz. Mármint, hogy az én barátom. Ó, szegénynek nagyon nem tetszett, hogy meg lett kopaszva. De tudod mi, érdekel is engem, viszont elfogyott a gyémántunk. Lehet, hogy a szemetet kellett volna eldobni. Oda néz, max leveles. Hú, de szép, ez Gyöngyi? Nem, ez nem Gyöngyi, ez ki? Nem tudom, de ezt kérjük szépen. Na, 5 dola, már lett is 5 dola. Eltávolítjuk innen a szemetet. Meg innen is eltávolítjuk a szemetet, és letesszük a parókákat szépen a helyére. Tony Uncle, na, nagyon jó, még egy ajándék, hát ez kell nekünk, kérem szépen. Jaj, meg kell szerelni néha, ja, ez is olyan, hogy meg kell szerelni. 84-ért tudunk itt vásárolni még egy ilyen fejvágós dolgot. Na, mindjárt ezt tegyük ide be. Tudj, tessék, ott is van, gyönyörű, halad a gépezet, halad nagyon, oda nézd a kopasz barátunk itt vesz hajat, mindjárt lesz megint egy ajándék, amúgy itt viszonylag eléggé gyorsan jönnek ezek az ajándékok. Jó, ezt kérjük szépen, meg prémium, ezt is kérjük szépen, ezért járt a prémium, hát nem, hogy már, ne csináld már. Oké, ring, kérem szépen, mit kapunk? Oh, a magá, ki vagyunk tömve manival, viszont megint eltelítődtünk.
De legalább most már vettünk még egy gépet, így most már dupla embert tudunk megnyiratkoztatni, és már 10 haj fér hozzánk. Nagyon jó, ezt is toljuk maxra. Hát ez ennyi volt. Hát ez nem tartott túl sokáig. Ez 84-be kerül. Tessék, veszünk még egyet, ide teszünk ilyet, meg ilyet. Ó, nagyon szép, hát mondjuk nem a legszebb, ezt nem lehet itt valahogy ezt a fét itt valamivel megoldani, hogy ne legyen ilyen csúnya, na mindegy. Oda néz, ide is tudunk venni valamit. Ó, nagyobb bolt, best wings in town, az igen. Itt most már a legjobb dolgok kaphatóak. Amúgy ez a pénzes sokat segített itt az elején. Ah, hogy üvöltenek? De mi ez a goofy hang? Mi ez a goopy? Jaj, ne a goopy. Oké, fullon vagyunk. A sajtot is megnyírjuk, na végre. És hogy jön ide a izé? Hogy hívják? Ah, nem jut eszembe. Eszembe fog jutni. Eszembe fog jutni, hogy ez melyik film volt. Azt tudom, hogy melyik film... Nem. Írjátok majd meg kommentbe, hogy ez melyik film volt. Rocketman, na végre. Hát csak megszültem. A kutya 700-át neki. Na jó, hát ez így nem állapot. Már valami jobb hajat szeretnék magamnak, ami drágább. Tehát ez nekik amúgy egyáltalán nem ő... Hogy mondjam, ilyen red flag, egy ilyen nyiratkozós dolog. Imádom azt a goofy hangot. Oda néz, kik ezek a mesztelen legények? Ez gyöngyi volt? Nem is tudom már. Oké, még mit tudunk itt venni? Ez mi? 3000. Bouncer wrong. Ez mondjuk jó drága, de itt megveszik a hajakat, és csak így jön a cash! Ide dőljön hozzám a lovetta! Ti amúgy levágnátok a hajatokat, hogy utána eladhassátok? Én tudok olyan emberről, aki ezt megcsinálta. Hoppá! Jaj, de elpattant ide ez a kis hajacska. Mi az, nincsen már haj? Olyan gyorsan elfogy, hallod, rendesen levágják, és már el is fogyott a haj. Hát mennyi kell ezeknek, hogy végre boldogak legyenek? Így? Oké. Ezt is upgrade-eljük. És tessék, maxi pocakra van tovább. Na végre! Gergőt is megnyiratjuk! Ott nyírjuk a Gergőt! Ott is van! Ott is van, már nyíródik meg fele. Élvezed, mi? Ez kell neked, te! Kopasz Jánosik, te! Jó, Istenem, na ki akarja megvenni Jánosik Gergő frizuráját? Úgy hallottam, ő hetente jár fodrászhoz. De majd, hogyha tudja, akkor majd megmondja. Jaj, szegények, milyen kopaszak lettek. De ez egy barbár játék amúgy. Arra jöttem rá, ez egy barbár. Barbár, rettetően barbár játék. Itt csak nyírjuk őket. Azt a kutya 700-át. Tehát olyan barbárkodunk viszont. Újabb ajándékom van. Na nézzük. És amit kapok, nem más, mint... 38 darab peták! Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Viszont itt a következő már 360-ba kerül, hello. Ő is megy nyiratkozni. Oda néz, mennyi sok szép frizura. Az egyik itt a sajt megvette, ja, azt hittem sajt vette meg a saját haját. Hány hajat vesznek maguknak amúgy ilyenkor? Vagy ez most hogy van? Viszont már mindjárt megleszünk hajügyileg. Na jó, hát tudod mikor. Imádom, hogy ez a szerelés, ez is mindjárt önkre fog menni. Kiírja, jön a Windows hang, hogy nem jó. Megint tökre, de hát most szerelte meg, te kugli fejű. Na, mindjárt meg lesz viszont. Hoppá! Instant cash! Kell! Jaj, pénzért lehet instant cash. Milyen kedves, hogy felajánlja, hogy amúgy lehet instant cash-t. Igaz, csak pénzért. Drága pénzért. De hát akkor úgy viszont nem kell most már. Szóval mindjárt meg lesz az újabb hajvágó masin, írja a gépezet. Oké. Ez amúgy nem ment még tönkre. Vagy legalábbis csak egyszer. Még kérjük ezt a hajat, oké, most telt meg a dolog. Szóval valami tönkre ment, vagy nem ment tönkre? Tessék, feltöltöttem a hajraktárat, hogy nincs ennyi haj a világon. Tessék, végre ezt is megvettük. Viszont ezt most már oda kell rá figyelni, mert ez most már egy nagyon sok haj fér el nálam. Oké, ezt feljebb upgrade-eltük, tessék, erre rá kuglizunk egyet. Olyan jó kis kuglifejű hangja van ennek. Az hogy kell, hogy egy haj többet adjon? Vagy nem lehet olyat? Nézd, 280-ért. 280-ért meg tudjuk azt venni. Bár előtte lehet, hogy ezt kéne felupgrade-elni, de amúgy annyira nem lényeges. Oké, már 20 haj fér el nálam. Nagyon jó, oké, ugly haj. Na, ezt az egyet felszedjük. Nem ezt akartam, na mindegy. Tessék, megvettem, azt már rossz, ilyenkor nincs rá valami garancia. Eladjuk ezt a 20 darab hajat. Olyan jó, hogy a gépbe mindig fér, amúgy ezek a hajak ugye nem tűnnek el innen, tehát ezek itt maradnak az örök időkre. Mindjárt meg lesz a 280 is. Szépen csak úgy potyognak ki a hajak, Tessék, feltöltjük, viszont már nem fér ott el több. Ezt kellene megvenni, és mindjárt meg is lesz rá cash-em. 280. 229-nél mindjárt meg lesz. Szépen betöltjük. Na, vásároljatok már még.
Nem hiszem el, most már nem telik annyira. Ó, nagyon jó, hát ez szuper, ez így összeszedi nekem. Hát ez kellett, mint egy falat kenyér, vagy ez az igazság, hogy ez nem volt a legjobb befekti-fakti. Na, egy kicsit afkoltam, de itt vagyok újra, addig nézzük, mennyi haj gyűlt össze, biztos rengeteg. És úgy is, van rengeteg, na ezt upgrade-eljük. Ne mondd már, hogy ennyi pénz nem gyűlt össze ennyi idő alatt, hát hülye vagy te? Tessék, most újra feltöltöttük a raktárat. Szevasz, Gergőm. Jöttél hajat én nyiratni? Puty. Need more gyémánt. Mennyiben van a gyémánt? 39. Ezt már megkapjuk, köszönöm szépen. Ó, bár ezt is megkapjuk, pénz. Ó, nagyon jó, meg itt még van még egy valami. Ezt is kérjük. Tak, 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 és nem tudom, ez bármi is legyen. Várjál, ott tartottuk, hogy mennyi ez? 39? Oké, megvesszük. Most már költök rá! Annyi robaxom összegyűlt itt, hála nektek, hogy most már úgy vagyok vele, hogy most már költsem. Ja, meg minden hónapban ugye veszem itt a dolgokat. Úgyhogy tessék, ezt meg is vesszük, tessék. Már itt a kezembe, tessék, ide tesszük. Nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon jó! Hát mire lenne jó, hogyha nem arra, hogy elköltsük a mánit? Zsír, na már nagyon szépen gyűlik itt a pénzösszeg. Amúgy azt, amit most megvettem, az mire volt jó? Ez. És ő mit csinál? Miért megy így? Oh my god, itt mi van? Your hair, this sus. Ja, persze, ez is pénzért van, hát ez nem kell. És innen jönnek a nagy feketeségből, és hova megy? Át a falon? Az komoly! Az komoly! Oké, köszönjük szépen. Most érdekes volt, nem mennek tönkre a gépek. Tessék, újra feltöltöttem a raktárat. Remélem, itt telik sok szép hajacskára nektek. És még... Már nem tudunk mit venni. Megvettem a kristályokat, de nem jó többre. Itt vagyok a nagy ürességben, ez ott a hajszalonom, érted rögtön? Jaj, kinevettek, hogy kopasz vagyok, de nyitottam egy ekkora hajszalont. Azért nem semmi, amit elértem az életben, mondhatjuk úgy is. Közben hív megint a drága szerelmem. Na, folytatva, itt tartottuk, oda néz, na erről van szó, na erről van szó. Meg is lettek a polcok, amúgy ezek csak díszítő elemek. Tök fölösleges volt erre költeni, ahogy. Díszítő elemekre, nekem most már itt ilyen nagyobb raktár kéne, 280, jaj, nem telik még 280, még nincsen, viszont ide kaptunk egyet. Ajándék gratisba kaptunk egy ilyet, tessék. Hát ez nagyon jó, viszont kell nekem még ide egy izé, ahol el tudunk adni. Tessék, puty, hol van? Ja, itt a túloldalán. Oké, na és már ide is le tudunk pakolni. De miért nem tudtam az egészet lepakolni? Na így. Erről van szó, és majd azt is feljebb kell upgrade-elni. Na most már beindultak itt a dolgok. Tessék, na vásároljatok úgy, már le is túláztuk. 25-öt tudok letenni. Haladunk! Nagyon szépen halad a haj... cég, hajvállalatom. Ez a dráma, érted? A gyermekkori dráma. Kiben milyen lecsapódása van ez az ember életében, hogy kiből mit váltanak ki ezek a gyermekkori drámák. Hát belőlem az, hogy nyissak egy hajszalont, és áruljam embereknek a haját. Belőlem ezt váltja ki. Amúgy jó ez, mert itt annyiszor nem mennek tönkre a gépek. Tessék, még egyet visszatöltünk, most már viszont tök jó. Már egész jól hozzák itt a dolgokat. Ide is kellene valaki, hogy beüljön. És ez még mindig nincsen maxolva. Még mindig nincsen maxolva, ez még 3 kell hozzá, vagy mi az, 2 kellene hozzá. Hát figyelj, ilyen, hogyha egy üzlet beindul. Ilyen, és kérem szépen az ajándékomat. Kristályok. Kristály, kristály hátán. Na nézzük ezt itt, mit kapok, és... 45 dollár. Rendben, az is több, mint a semmi. A kicsinek is örülni kell, amúgy annyira nem is kevés az, hogyha azt nézzük. Hát figyelj, tényleg megy a biznisz. Meg, és ez is maxolva van, tessék, már nem tudok többet, már itt a 540 ér meg tudjuk venni a következő gépezetet. Hát ezt hip-hop maxoljuk. Tök jó, hogy annyiszor nem mennek tönkre a gépek azért, annak nagyban örülök. Viszont még kellene gyűjteni, most egy kicsit, mint hogyha leálltak volna itt a gépek. Kicsit, nem lehet annyi mindent fejleszteni, tessék, újra töltjük itt a hajakat. Az kellene... Egy ilyen haj ne csak ilyen max 7-et adjon, hanem jóval többet. Annak úgy azt tudnám díjazni, mert akkor jobb lenne. Vagy például meg lehetne venni olyat, aki viszi ugye a, mit tudom én itt a hajakat be a gépbe. Bár mondjuk akkor aztán tényleg eltűnne a játékból a játék, mint olyan. Auto Collector, az itt van amúgy. 400-ba kerül. Én 400-at nem fogok. Ezeket a többi játékot. Én 400-at nem fogok azért. Jó dolog néha szórni a pénzt, de azért 400-at nem fogok én arra
szállni, hogy itt költséghez nekem. Aki ezeket itt összegyűjtjük, jó sokat ad, jó sokat, jó ropogósat. Majdnem felmaxoltuk, figyeld, itt együltő helyünkbe, maxira. De aztán végül mégse lett maxolva. Tessék, ezt is ide betöltjük, már 30-at tudok. 30-at tudok magamhoz kollektálni, az tök jó. És akkor még gondolom kell 2 gép még ide, erre a két részre, és akkor itt is lehet egy futószalag, viszont utána már nem tudom, hogy mit fogok tudni fejleszteni. Az lesz itt a jó kérdés, na még ezt is, és tessék, már ez is maxos lett, 880-ért tudjuk megvenni, mit kapunk a pénzre, 160-et, 170-et, bocsánat. Jaj, nézd, a kis, nem Jánosi Gergő, hanem Lányosi Gergő. Lányosiki Gergő! Én ezzel most... Bocsánat, ezzel most nagyon kéktem! Lányosiki Gergő! Ezt te le is írom Gergőnek! Napom fénypontja, amikor Jánosi Gergő felveszi magára a hajat. Na nézzük, mit fájtok ki, és ez az 59, nagyon jó. Viszont mindjárt meg lesz az újabb cucc! Az újabb hajvágó masinéria! Hajvágóinátor. Mindjárt meg lesz. És mindjárt tényleg most már nagyon közel vagyunk hozzá. És megvan. Oké, királyság, vegyük meg. Puty! Oda néz. Ott is van. Milyen érdekesen van megcsinálva. Lightot, meg ilyet vegyünk. Jó, hát ezek egy izébe kerülnek kristályba. Hát azért. Viszont itt ez micsoda? Expand shelf. Ez kell nekem, az expand shelf. Folyamatosan töltöm újra, érte? Nem lehetek üresek a polcok. Viszont most nincs itt senki. 260-an van. Úristen, már nagyon sok haj van itt levágva. Gondold már, milyen szaga lehet enni hajnak. Most már elég lesz, mert most már nagyon sok van. Valamiért most nagyon túltelítődtünk szép hajakból. Jó, hogy ilyen dinamikusan lehet benne fejlődni, mert amint éppen elérnénk azt, hogy innen, tehát hogy itt nem tudjuk már elrakni a hajakat, úgy tudjuk megvenni hozzá azt, hogy több helyünk legyen, ugye, eladni a hajakat. Nem kell nekem az ajándék haj. 505, ne vicceljél már! Na, most jön egy ilyen gülüszemű dogi andé. Na, ez kell, ő kell nekünk, így. Ott is van. Hú, ez most nem lett Lányosi Gergő. Úgy is van. Na, most már legalább le tudjuk tenni ezeket. Tessék, hát nehogy már ne tudjam lepakolni. És akkor így most már szerencsére itt egy csomó hajat le tudtam tenni. Na, erről van szó, és akkor most már fejleszhetjük ezt is. Szépen lassacskán. Lassacskán. Ilyen hamar megtelik a kis spotunk. És még így is amúgy, még így is marad egy csomó nálam. Na, ez is még csak 4-es szinten van. Hát akkor arra még kell gyúrni. Oda nézz, most már mennyi haj van. Amúgy tényleg ez nem red flag az embereknek, akik ide jönnek? Hogy így bejönnek és hoppá, hát itt bizony nyiratkoznak az emberek. Ez lehet, hogy nem lesz jó, viszont van újra ajándékom. Tessék, ezt még letesszük. Mi az ajándék a shopban? Kérlek szépen, money. Itt pedig megint egy ilyen pergintyű van. Pergintyű, és ez 950. Oh my god, rengeteg money. És mi ez? Provide bouncer wrong. Akkor most próbáljuk meg ezt kigyűjteni ebbe a videóba, mit szóltok hozzá. Mert mondjuk ez még 2 kell, ezt még felupgrade-eljük 2-re, és akkor most már gyűjtetünk arra a dologra. Én ezt nem fogom megvenni, arra figyeljek oda, hogy ne lépjek bele, mert ez a 3000-es kell nekem. Az a cél ebben a videóban, hogy ez a 3000-es meglegyen, mert az a gond, hogy olyan gyorsan elfogy a pénzem, hogy ihaj csuhaj, hadd elhad. Na és már 2000-nél van a money-nk, na már csak egy 1000-es hiányzik, ugye? Mennyi az? 3000? Ja, akkor már csak egy 1000-es hiányzik, ez jó lesz. Na már 2500, már csak 500 hiányzik a jó kis hajhoz. Na már 2900-nál vagyunk, már tényleg nagyon közel járunk, hogy megvegyük. És utána még egy 1000-es össze kell raknom az új hajvágó gépre. Úgyhogy az se lesz egy egyszerű móka. És azon gondolkoztam közben itt, hogyha már úgyis meglett ez a money, hogy mennyire abszurdum ez, hogy itt levágom a hajukat, és aztán itt meg eladom nekik. Oh my god, megvettük! Beat Night Club! Jöhet az Azaria koncert, gyerekek! Jöhet az Azaria koncert! Little Baldi! Ez most az én hangom volt, jól hallottam? És most miért nevetnek ki megint? Elértem az életem célját, sokkal több pénzem van, mint nekik itt együttvéve. Hát ne viccelj már! Még mindig nem értem el azt, amit kellett. Az életem célját. Na, mi történik? Hoppá! Jön egy távirat! Vagy jön egy levél? Úristen, ő csinálta azt a játékot is? Csatlakozzunk! Bald Revolution! De ez amúgy miért van itt össze glitchelve? Két képet összeraktak, és ezért glitchel. Oda néz.
Na, ide néz, és most már új dolgot nyitunk, és itt a patkány, és itt van B-turbó feje. Miért van itt B-turbó? Sportkocsit még mindig nem tudok venni? Ja, hogy az csatlakozik el a klubhoz. Ja, értem, oké. És itt van a 10 000-ért, meg lehet azt venni. Hát ez... Mondanám, hogy meg lenne gyorsan, de nem lenne meg gyorsan. Jó, hát ez túl sokat nem adott. Azért most már eléggé sokat haladtunk ezzel a játékkal. Megvettük, amit meg lehetett, az biztos. Nézd meg ide is. Fix, autofix levels, tessék. Bármi legyen is az, autofix. Hát ez nagyon szép, ez nagyon szép most így. Autofix levels, tessék, megcsináljuk ezt is. És akkor jön a sok-sok Jánosi Gergő, meg egy Dogi Andi, és ők majd vásárolnak is, adnak nekem egy csomó-csomó manit. Na! Hát köszönöm szépen azt, hogy itt voltatok erre a hajvágós kis videóra, hogyha tetszett és szeretnétek látni még hasonlókat, akkor mindenképpen nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és iratkozzatok föl, a leírásban pedig meglejtek a könyveimet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!